László Imrével folytatjuk mi itt az egyenes beszédet a DK egészségpolitikusával, az egészségügyi kabinet vezetőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi már itt kezdtünk beszélgetni, én elmeséltem egy történetet, hogy láttam egy vidéki kórház működését egészen közelről, és a legnagyobb meglepetésemre ott nagyon rendben levőnek látszott minden. És az ember akkor így elgondolkozik rá, hogy vannak ilyen pontok, ilyen zárványok, ahol rajtaütésszerűen minden jó, és egyébként meg látjuk az egészségügyi rendszer teljes összeomlásának képét más hírekben? Ez nagyon furcsa kettősség egy ugyanolyan rendszerről. Ez kétségtelen, és ráadásul még, hogyha hozzáveszünk azt, hogy a finanszírozás is megosztja az orvosi szakmát, itt nem arról van szó, hogy a fizetésem sok vagy kevés, hanem arról van szó, hogy melyik szakma kap annyi pénzt, hogy abból valóban a működtetése szinten tartható legyen, hiszen alulfinanszírozottságról beszélünk. Veszük, ez osztályonként is változhat egy kórházon belül, hogy azt mondom én, hogy itt minden rendben van, ezt meg kikérem magamnak. Pontosan erről beszélek. Így van, így van. Tehát vannak olyan szakmák, ahol a finanszírozás elfogadható szinten van, és vannak olyan szakmák, amik alulfinanszírozottak. Ez hogy van? A szakmabeliek lobby tevékenységén múlik? Tehát, az is. Mennyire érdekérvényesítő néhány szakmai vezető? Hogyne, ez is benne van. Egy szemléletes példával tudom ezt illusztrálni, hogy annak idején egy neves szívsebészünk tiltakozott az ellen, hogy a szívbetegségek műtéti megoldásával kapcsolatos finanszírozás nagyon alacsony, ezért maga köré gyűjtött embereket, és úgymond egy ilyen, hát nevezzük tüntetésnek, az egészségügyi minisztérium abban az időszakban volt még, amikor volt, minisztérium elé vonultak. És erre mondta az égés osztály vezetője, a Honvéd Kórházat vezettem akkor abban az időben, hogy hát neki könnyű, mert ő tudja, hogy melyik az a páciens, akit holnap után vagy két hét múlva megoperál, de az a szerencsétlen, aki ma vagy holnap meg fog égni, az nem tud ma eljönni velem, mert ő nem tudja azt, hogy mi vár rá. Tehát vannak, igen, vannak ilyen gondok. Na most ehhez képest a Dél-Budai Szuperkórház ötlete, ami megold minden problémát legalábbis Budapest térségében, ahol egyébként nagyobbak a problémák, mint a vidéki nagyvárosokban? Budapest pontosan azért, mert az Európa Unió a fejlesztési összegekből kizárta, hiszen az volt a cél, hogy a elmaradt területeknek a felzárkóztatását biztosítsák. Így ennek megfelelően a budapesti kórházak nem kaptak gyakorlatilag fejlesztésre pénzt. Ezzel azt mondja, hogy ha a kormány úgy gondolkozik, hogy akkor most nézzük a fővárost, és saját forrásainkból a fővárosi egészségügyet próbáljuk rendbe rakni, az úgy teljesen normális, mert eddig a vidékkel voltunk elfoglalva. Így van, bár egyébként EU-s támogatás is jön ehhez, csak hát majdnem azt mondom, hogy nagyságrendel kevesebb, mint a vidékre. Na, és akkor ennek van értelme, hogy Dél-Budán egy szuperkórház. Nem azt rakjuk rendbe, ami van, hanem építünk egy monstrumot helyette. És egy plusz intézet lesz a fővárosban. Hadd mondjam el, egy borzasztóan érdekes dolog, számtalan vélemény elhangzott ezzel kapcsolatban, hogy miért nem jó a helye. Most ugye kibukott arról az oldalról is, hogy a tömegközlekedés szempontjából nem megközelíthető, és nagyon-nagyon komoly pénzekbe kerülne az, hogyha biztosítanák az elérhetőséget. Tudnélik, beteg emberekről van szó, most nem abból kell kiindulni, hogy valaki odavisz, a mentőgépkocsi odavisz valakit ellátásra, hanem olyan embereket, akik oda kell, hogy jussanak, és tömegközlekedés révén, mert nincs gépjárművük. De azt kell mondanom, hogy ez a kisebbik probléma. A másik, ami elhangzott, az, hogy a telek olyan, mint amilyen, meg ki volt a tulajdonosa, és erről most én nem is nagyon beszélnék, hiszen a sajtóba, így van. A sajtóba számtalan forrásból és számtalan formában elhangzott ennek az eredete, hanem arról beszélnék, hogy ugye tudjuk, hogy a Kútvölgyi Kórház az a VIP-ellátást biztosítja. Na most a Kútvölgyi Kórház fog beköltözni ebbe az új intézetbe. Ugyanis megjelent az a hír, amit aztán nem nagyon bontottak tovább, és igyekeztek elhallgatni, hogy két gyermekgyógyászati klinika, egy szülészeti klinika, továbbá a Kútvölgyiben lévő egyetemi tanszékek költöznek át ebbe az új intézménybe, kiegészítve a János Kórházból azokkal a szakmákkal, amik a sürgősségi ellátást biztosítják.
Most beszéltem egy felelős vezetővel, nem akarom megnevezni, nem akarom kényelmetlen helyzetbe hozni. Az előző riportban ugye elhangzott az, hogy a fiúk nem nagyon szeretik azt, hogyha ellenkező dolgok is elhangzanak, mint amit ők szeretnének. Igen, Fekete Győr Andrással beszéltem el. Így van pontosan, hogy arról szólt még ez a tájékoztatás után az információ, hogy a kiüresedett vagy megüresedett Kútvölgyit átadják a János Kórháznak. Most arról szól a történet, hogy ezt se akarja az egyetem átadni. Így nem tudom, hogy mi lesz a János Kórházzal, marad a régi épületeibe, lesz egy plusz kórháza a fővárosnak, ami nem is tudom, hogy hogy fog sürgősségi centrumként működni. De várjon egy pillanat, ha nem úgy volt, hogy János Kórház meg alkalmatlan arra a funkcióra, amit ellát, és voltak éppen ebben a formájában be kellene zárni? Senki nem vitatja egyébként, hogy ezek a régi épületek totálisan alkalmatlanok arra, hogy a 21. század, nem még a 21., még a 20. század színvonalán is gyógyíthasson. De nem ez a terv akkor? Nem az a terv, hogy a János és mellette a Kútvölgyi ebben a formában megszűnik? Hát ez hihetetlen érték, elképesztő, hegyoldali az egyetem érték. Meg akarja tartani saját magának a Kútvölgyit, és oda nem tudom, hogy kiket honnan akar átfelelteni. Na de akkor kikerülhet majd betegként be ebbe a szuperkórházba a VIP? Na erről van szó, egyébként ezért hangzik el nagyon gyakran, tehát hogyha a demokratikus koalíciónak a közleményeit elolvassák, vagy politikusoktól az, hogy ez az elit számára épülő kórház, ez ezen a csatornázódik be, hogy a VIP-ellátást a Kútvölgyi biztosítja, tehát, hogyha ők át fognak menni ebbe az új intézménybe, akkor változatlanul egyébként ennek az elitnek az ellátására lesz alapvetően hivatott. Itt eljön meg egy másodperc, mert én sem tudom, szerencsés eset, és szerintem a nézők közül is nagyon sokan úgy vannak vele, hogy de mitől VIP az az ellátás? Mitől elit ellátás az? Más gyógyszerekkel, más gépekkel, más tudású orvosok látnak el híres politikusokat és ismert művészeket? Tehát mitől más ez, mint bármi más? Természetesen minden szakmában vannak jók és közepesen jók. Így értelemszerűen kiválasztják azokat az embereket, akik az adott szakmában a főső regiszterbe tartoznak. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy az illető, hogyha valamilyen gondja és problémája van, akkor a titkárnője fölveszi a telefont, beszól, ahol megadják pontosan órára, percre, hogy mikor menjen, beállnak a garázsba, ahol már várják az illetőt, a liften fölkísérik arra a területre, ahol kizárólagosan ővele foglalkoznak, nem kell várni egy percet sem, tehát az ellátás az ökkenőmentesen várólistani. Ennek a magánkórházak, nem? Igen, körülbelül. Azzal igen. A különbség, hogy az állami. Pontosan. Tehát így ennek megfelelően az ellátásuk zavartalan. Ez kinek jár ez az ellátás? Ez meg van határozva valahol szabályos keretek között? Hogyne, természetesen. Vagy telefonszám alapján működik? Természetesen. Nem feltétlenül telefonszám. Tehát a kormány, az országgyűlési képviselők, a hozzátartozók, olyan közjogi méltóságok, mit tudom én, gondoljunk például az Alkotmánybíróságra, azokat a szinteket csatornázták be erre a területre, hogy minden várakozás nélkül, a legmagasabb szintű ellátásba várakozás nélkül, szeretném még egyszer hangsúlyozni, részesülhessenek ellátásba. Ha kedves nézők számára ez a rendszer egy korábbi rendszerhez hasonlít, amit a szocializmusnak hívtak, és oda a pártvezetők járhattak, ez ugyanaz? Ugyanaz. Szerintem csak akkor értjük van most már, hogy mi rosszul még ez. És ők kerülhetnek át az új szuperkórházba, oda, ami egyelőre megközelíthetetlen a köznép számára, de ezek szerint nagyon nem is kell nekik megközelíteni majd. Igen. Pontosan erre mondták, hogy gépkocsival rendelkeznek, sőt időnként helikoptert is igénybe vehetnek, tehát nincs akadálya annak. De azért én nagyon sajnálom, mint a Szent Imre Kórház volt igazgatója, ahol minden feltétel adott, az az építészeti kiegészítésre, hogy valóban abból egy dél-budai centrumot csináljanak, csak hát ugye akkor mit csinálnának a Szent Imre Kórház osztályaival? Hát 5 milliárd majdnem elment már erre egyelőre kapavágás sem megélt szuperkórházra. Igen, 4,4 nettó milliárd. Úgyhogy ki tudja, hogy mi lesz ebből még, egyelőre még nem épül semmi. Köszönöm szépen, hogy mesélt, tanulságos volt.